Nagy tisztelettel köszöntöm az Újpest Televízió kedves nézőit, ez az Újpesti Sport. Ma focizunk egy kicsit, hiszen végre összejött a rendezvunk egy nagyon-nagyon régi kedvencemmel, kedvenc labdarúgommal, aki ugyan debreceni illetőségű, játszott a magyar labdarúgó válogatottba, de természetesen az Újpesthez is kötődése van. Tehát nem véletlenül ül itt a stúdióban velem szembe Bőr Zoltán. Szia Zoli! Szerintem, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Régen vadásztam rád, most összejött. Az első kérdés nem az, hogy mit csináltál, hogy kerültél ide, hogy vagy. Mit csinálsz ma? Mit csinál ma Bőr Zoltán? Jelenleg sportszerkereskedelemben tevékenykedek. Több márkát forgalmazunk a cégnél, és az én felelősségem, az én feladatom a futball részlegnek a koordinálása és a tehát azt jelenti, hogy nem szakadtál el a focitól? Nem, igazság szerint pont annyira kapcsolódok most a futballhoz, amennyire szeretném, tehát igazából ugyanazokkal vagy hasonló kaliberű emberekkel vagyok kapcsolatban, napi szinten, csak éppen nem a szakmáról beszélgetünk, vagy illetve nyilván kikerülhetetlen a szakma, hanem más dolgok. Hát ezért ülsz itt, hogy meg kikerülhetetlen a szakma. Igen, hát ez van, egyértelmű. Igen. Ugye legutoljára, amikor, hát nem ma volt, beszélgettünk, akkor az újpesti labdarúgó csapatnál voltál technikai igazgató. Ugye jól emlékszem erre? Igen, úgy kezdtem, aztán utána később följebb léptem a ranglétrán. Igen, és nem fogok udvarolni neked, de a szemedben mondom, hogy én nagyon örültem, hogy itt voltál akkor, és eléggé könnyeket is ejtettem volna, ha nem száradnak ki a könnycsatornáim, amikor elmentél, de hát mindenki egyszer él, saját maga ássa meg azt a bizonyos, ahova majd kerül, illetve fel tud majd mászni, talán a hegyre is, hogyha most a hegy felé mászol, ugye, fölfelé? Én úgy gondolom, hogy igen. Egyébként akkor is úgy éreztem, amikor Újpesten dolgoztam, és nagyon nagy büszkeséggel és óriási megtiszteltetés volt. Te Zoli, nem hiányzik a napi dolgozni szinten az, hogy a foci, hogy az öltözők hangulata, a meccs, nem hiányzik? Hát ezt fogalmaztad meg most, tehát válaszoltál is erre a kérdésre. Tehát, hogyha valami hiányzik, akkor ez. Tehát, hogy ez egyértelmű, hogy ez bár, hogyha nyilván nem is a játékosként, nem is a szakmai stáb tagjaként, de ugye ott ültem a kispadon, mint technikai vezető, és nyilván az a fajta pozitív feszültség, ami a mérkőzésre való ráhangolódás saját, az rám is ragadt, és azt nagyon szerettem, és az nagyon hiányzik, meg nyilván az NB1-es mérkőzések hangulata, a villanyfény, a tévé, a szurkoló, tehát ez a győzelem, a döntet, ezeket megélni, ez egyértelmű, hogy hiányzik. De egyébként az, hogy amit most csinálok, az egy kiszámítható életritmusban történik, összeegyeztethető az én saját magánéletemmel, a családdal, a gyerekekkel, úgyhogy ez jut most életem ezen szakaszában nagyon az iskolába. Én. Ugye, mert kedves nézőknek elárulhatom azt, hogy amikor megbeszéltük ezt a rendezvút Zolival, akkor mondta, hogy jó, ez a reggeli időszak, csak nem tudom, hogy ki fogja vinni a srácokat majd. Ugye hát iskola van, nincs mese, hát kérem szépen, most már elkezdődött a suli, úgyhogy megoldottad, de hát a pontosság az a szokás szerint, hogy pontosan érkeztél a labdákra. Igyekeztem. Köszönöm. Ha már kivéthetetlen a szakmázás. Először Debrecenre gondolom, azt figyeled azért a debreceni focit is. Minden focit figyel. Tehát focit. Magyar fociban kb. Minden szinten otthon vagyok, nyilván munkából adódóan is. Persze. Debrecenben érdekes az a koncepció, ami most legutoljára is volt, hogy megint elküldtek egy edzőt. Nem tudom, szóval elküldenek egy edzőt, Dombi Tibi pedig beugrik, egy meccsre odaül, aztán utána hoznak valaki más, és Dombi Tibi megint marad a másodedző. Ugye pályaedző, nem tudom, hogy mondják. Asszisztens edző. Sokféle. Jól hangzik, ez olyan, mint a partjelzőre azt mondják, hogy asszisztens. Így van. Frászkarik, hát az a partjelző, hát ott lenget, az jó van. Tehát, hát Dombi Tibit gondolom ismered. Igen. Néhány igen, hetek. Igen. Miért nem lehet ő
aki belül van, tehát ugye elküldenek egy edzőt, elküldenek még egy edzőt, és a segéd, nem segéd, a másodedző, a jobb keze, aki valószínűleg mindent ért, hát hiszen együtt vezetik a csapatot. Ő marad, aztán utána leül a kispadra, most éppen nyertek, vagy nem, nincs jelentősége. Aztán jön egy másik edző, és ő maradott. Miért nem lehet, nem Dombi Tibiről beszélek, hanem egy másodedzőből miért nem lehet vezetőedző azonnal? Ott, akkor, ebben a pillanatban szerinted? Hát szerintem lehet, tehát ez önkérdés, csak azért ez sok oldalról szerintem meg lehet, meg is kell közelíteni. Azért kérdezek, mert ugye technikai vezető voltál, tehát... Hát jó, igen, de az is egy szakma, meg nyilván az edzőség is, szakma, minden klub más, meg nyilván Dombi Tibi is betölt egyfajta szerepet Debrecenbe, a Lokinál, tehát hogy... Meg nyilván vannak egyéni motivációk, tehát hogy ki hova helyezi bele magát, most egy... Ugye újpesti példánál marad ugye a Lőv Zsolti mindig, tehát évtizedek óta ugye asszisztens edző vagy pályaedzője a Tuchelnek. Ugye már folyamatosan időről időre mindig előjön vele kapcsolatban, na a vezetőedző, vezetőedző, amit nyilván van benne is egy ilyen, hogy most akarja, nem akarja, aha, alkalmas, nem értem, alkalmas. Értem, amit ugye, aha. Meg, tehát ez egy egyéni emóció. Lehet, hogy a Dombi Tibi is, de még egyszer mondom, nem beszéltem vele persze, erről. Csak de lehet, kíváncsi hogy ő is... Ő is ebbe a szerepbe érzi magát a legjobban egyébként, tehát dolgozik, megvan a napi szintű feladata, de nem ő van reflektorfényben, nem ő hozza meg azokat a nagy döntéseket hétről, napról napra, hétről hétre. Beugró edzőként lehet, hogy egy-egy mérkőzésre fel tudja tüzelni, meg egy-egy meccsre tud, de nyilván megint más. Plusz nyilván azért az ilyen helyi kötődésű embereknél még az is, egyébként lehet, de még egyszer mondom, ez az én totál ilyen magánvéleményem kívülállóként, tényleg, nem kívül az, azért kérdeztelek, csak ugye, ha már véleményed. Valaki vezetőedző, onnantól kezdve meg vannak számlálva napjai. Igen, igen. Főleg ugye manapság, amikor tudjuk, hogy körülbelül 8 hónapig vezető egy edző, és lehet, hogy utána nem tud visszakerülni, vagy valamilyen elválás történik, előbb-utóbb megtörténik, és Tibinek a Lolokinál ez a fix helye, ahol igazából mindenki tudja, hogy mire számíthat. Ő is tudja, hogy mire számíthat ettől a pozícióból. Ebben lehet a leghatékonyabban segítségére. Értem, és ezt tényleg én is kihangsúlyozom, hogy a véleményedre, a saját véleményedre voltam kíváncsi, mert én is elmondtam a saját véleményemet, hogy miért ne lehetne valaki. Ugyanakkor még ehhez kapcsolódva, én is várom azt, meg én is éppen ennél az esetnél gondolkoztam el, hogy hol van mondjuk Debrecenben, mikor jön ki a saját nevelésű vezetőedző, vagy prolicenszes edző, mert ugye ott vannak nagyon, nagyon komoly, régi, legendás játékosok, akik az edzői pályára léptek, és egyelőre még senki nem jutott el a vezetőedzői posztig, holott egyébként sokan ott dolgoznak az akadémián. Tehát igazából lehetne ott is kinevelni egy saját nevelési vezetőedzőt. Így van. Én szerintem előbb-utóbb eljutunk odáig, hogy nem biztos, hogy a külföldről behozott szakvezetőkkel kell mindig foglalkozni, hiszen látjuk, hogy egyik nap itt van, másnap már a következőre, sőt elviszi magával a játékosát. Szóval én azt gondolom, hogy arccal a magyar szakemberek felé. Jó magyar szakemberek vannak. Teljesen én azt gondolom, hogy nem azon múlik, hogy miképpen teljesít egy csapat, mint ahogy ugye látjuk, bár Sánta a példa, most itt az Újpestnél a Grzsák, amióta itt van, egészen nyertünk 2-3 meccset, már arról lehet beszélni, hogy főfelé megyünk, új tulajdonos van, nem kérdezlek az Újpestről, csak annyit, hogy mit látsz? Csak annyit, hogy mit látsz ebbe a kis gömbbe, hogy most a Újpest hogy áll? Most nem kell már izgulni szerintem az újpesti szurkolóknak, hogy kiesik a csapat. Hát az biztos. Hát ez egy teljesen más történet azért, amiben én részt vettem. Tehát valamilyen szinten én örülök. Persze a klubnál az egy külön időszámítás, az X év, ugye, amit én is 3 évig részese voltam, de az egy nagyon, nagyon kemény időszak volt. Tehát nekem is azért volt az 3 év, mert számomra ennyi volt benne. Tehát én minden nap kiadtam magamból a maximumot, én tudtam, hogy teljesen mindegy, hogy mi a háttér, teljesen mindegy, hogy mi van. Itt meg kell hívni a napi csaptákat az Újpest miatt, itt csak egy dolog számít az Újpest. Én ennek teljesen alárendeltem magam, ami miatt ezt 3 évig bírtam, de igazából nem bánom egy percig se. De nyilvánvalóan az, ami most van, az,
az kell, hogy legyen, és az az egészség, és így lehet igazából visszatérni a régi nagy komoly pályára, és persze, hogy ez a nagy játékos mozgás, az, hogy fokozatosan jönnek egyre jobb játékosok, mert ugye most ugye bizonyítani kell ugye most a klubnak, hogy tényleg itt egy teljesen más időszámítás kezdődött. Szerintem ez rendben van egyébként. Szurkolunk, abszolút, így van, abszolút persze. Szurkolunk, más időszámítás. És én a veszőparipám az, hogy igen, nagyon jó az edző, sok-sok játékos jön, cserélődnek a játékosok, de hála Istennek sok-sok magyar játékos is ott van, fiatalok ott vannak. És ez nagyon-nagyon fontos, szerintem igen, úgy igen. Az Újpestnek, mint a magyar labdarúgásnak, igen, ezt igen, megállapíthatjuk. Ez nem kérdés. Sőt, szerintem sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni egyébként általában a magyar kluboknál a saját nevelési igen. Játékosokra. Szerintem én nagyon várom, hogy mikor jutunk el oda, hogy tényleg a játékosok értékesítéséből származó bevétel az jelentős lesz. Tehát én örülök, hogy most a komáromi György is elment a Mariborba, tehát igen. Az is egy bevétel. Tehát ugye most tettünk bele, van beletéve komoly pénzt, tehát, és lehet is, tehát bőven lehet kivenni, mert azért az elmúlt időszak válogatott beli teljesítménye miatt azért élénkebb az érdeklődés a játékosok iránt, tehát lehet szerintem bátrabban eladni. És a másik pedig az, hogy látjuk azt, hogy a fiatal játékosoknak ott van az a lehetőség, hogy oda tettem magam, fölszántom a pályát edzésen, meccsen, jól játszom, észrevesznek, mert azért ezt ne tagadjuk, hogy mindenkinek az a célja, legalábbis az, aki valamit el akar érni, hogy hát külföldön is kipróbálja magát, nagyobb egyesületbe, jobb csapatoknál, tudod mit? Több pénzért. Most kész, hát az élet az erről szól, bemegyek a közértbe, ugyanúgy ki kell fizetnem a zsemlét is, mint bárki másnak. Jó, hogy itt vannak különbségek, de igen, van kihívás minden fiatal játékosnak. Igen, szerintem ez a kihívás, ez a kulcs egyébként, meg az, hogy magasabb, nem is az életszínvonal, hanem inkább a bajnokságoknak a színvonala. Igen, igen, a színvonal. Mert azért most már olyan körülmények vannak itt a magyar bajnokságban, a labdarúgó bajnokságban, ami azért... Megközelíti. Abszolút, tehát hogy létesítmény infrastruktúrában, anyagi dolgokban is ugye, tehát az már nem úgy van, mint mondjuk évtizedekkel ezelőtt, hogy egyértelmű volt, hogy gondolkodás nélkül az ember azért kimenjen, mert minden tekintetben, tehát amikor még bajnokok voltunk igen. Valakival és tényleg ilyen ütött-kopott edzőpályán készültünk, tehát ahhoz képest most már ez nyilván teljesen nem az van, hogy akkor menjünk ki külföldre, mert olyan pályákon tudunk edzeni, meg játszani, meg a stadionok. Tehát ez a része az már abszolút. Már közelít, ugye? Már közelít. Tehát hogy ez nem hogy közelít, sok esetben már el is éri egyértelműen. Tehát itt a kihívások, itt ugye majd biztos rákanyarodunk a válogatottra, és egy kicsit így elébe, hogy ugye a Rossi mester mindig mondja, hogy a külföldi, nyilván a bajnokságok, az intenzitás, az erősség, az ami miatt kellene, amiatt kellene, hogy sok játékos kikerüljön, hogy ott megedződött tudjon a igen, de majd erre visszatérek, csak egy személyes emléket, ahogy mondtad, hogy annak idején, amikor a Lokival bajnokságot nyertetek, milyen pályán, edzőpályán, és a hátsó füves, ahogy szokták mondani, hogy lehet, nem is volt fű. Atlétikai dobópályán. Igen. Persze, délőtt mi edzettünk, délután az atléták. Igen, kérdezett, ment a kalapács és lukak, hogy ne, persze. Volt. Igen. És a személyes emlékem az, hogy micsoda változáson ment keresztül minden. Hát én nagyon szerettem Debrecenbe járni újságíróként tudósítani is. Lement Debrecenbe az NB1-es meccsről. A régi stadionba? Igen. A Céllövöldébe? Igen, hát igen, 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 nagyon régen. Hát a VIP-t. Én annyira VIP voltam, hogy akkor még be tudtam menni az öltöző folyosóra, sőt, meccs után ott ültem a Sándor Tomi mellett, vagy mit tudom én, a Dombi mellett, és ott beszélgettünk, hogy milyen volt ez a meccs. Hát te is ott voltál természetesen. Hát komolyan, ez ma már elképzelhetetlen, hogy valaki oda keveredjen, pedig milyen jó volt. Én szerintem ez biztos, hogy amikor jó emlékkel nosztalgiázunk, akkor ez a... Tehát a fizikai, a közelség az, hogy mennyire megvoltak az emberi kapcsolatok, igen. Szerintem a média és mondjuk a játékosok között, igen. Vagy a szurkolók és a játékosok között, szerintem ez az, ami hiányozhat, és ami... Igen, igen. Hiányozhat, hogy az ember azt mondja, hogy a Lokinál ott Frász Karika ült fel a
idézőjeles újságíró páholyba frászt. Hát ott álltam, mint a Vasas pályán, Fáy utcában, ott álltam a játékos kijáróba, és onnan néztem a meccset. Mert hiszen nekem az volt a dolgom, hogy megszólaltassak majd a szünetben találtam valakit, vagy a meccs után valakit, vagy akár a meccs előtt is mondja egy mondatot címmel. Ez nincsen, én azt gondolom, hiányzik, de szerintem hiányzik a játékosoknak is, és hiányzik mindenkinek. Hát nem beszélve arról, hogy a közönséget ki kell szolgálni úgy a játékosoknak, mint az újságíróknak. Igen. És hát ugye az a kötődés, ami mondjuk megvolt a szurkolókkal a játékosok kapcsolat között, az mondjuk azért is lehetett, meg azért van ez a nosztalgikus jó érzés, igen, mert ugye tehát abban az időben még ugye sokkal több helyi játékos játszott a csapatban, igen, ugye kevesebb volt a vándorlás, nyilván még a határok sem nyíltak úgy ennyire meg egyébként, tehát egy-egy játékos sokkal tovább játszott egy csapatba. Tehát egy könnyebb is, igen, volt egyébként a kötődést kialakítani, tehát a személyes kötődést, úgyhogy most azért már többen, tehát több a külföldi játékos, minden jobban jönnek, mennek a játékos, minden, tehát igen, akár belföldön, tehát akár a magyar játékosok is jobban mennek. Igen. Tehát én ezt nem mondom, hogy jó vagy rossz, azt tudom, hogy mi, más, nekünk ez biztos, hogy pozitív. De Zoli, tudod, hogy van ez? Én most is azt mondom, hogy sok-sok éve újságíró vagyok, már talán Jézus Mária, de én még mindig ezekből a kapcsolatokból élek, és ebből merítek, és lubickolok benne, és köszönöm, hogy ilyen barátaim vannak, akikkel van miről beszélgetni. Igen, szerintem ez egy nagy érték egyébként, amit évtizedek óta hordozunk magunkba. Igen. De hát most egy nagy értékről fogunk beszélni, a magyar labdarúgó válogatottról is, mert nem tudunk elmenni mellette természetesen. Bár megbeszéltük azt, hogy most nem szólunk bele, de azért véleménye mindenkinek lehet, nekem is, meg neked is. Ráadásul te válogatott labdarúgó voltál, bajnok csapattagja voltál, sőt, mi több beleszagoltál abba, hogy milyen labdarúgó vezetőnek lenni. Hát eljutottunk most odáig, hogy van egy csapatunk, mert azt nem lehet elmondani, hogy nincs egy csapatunk. Hosszú ideje van egy szövetségi kapitányunk, Márko Rossi személyében, aki csinált nagyon jót, aztán utána én nem minősítem. Most azt tudom, hogy egy ötösbe belefutottunk Németországba, egy olyan nyilatkozat után, hogy ilyen jó állapotban még nem volt a labdarúgó válogatottunk. Csak egy fél mondat. Benne a szerkesztőségben mi beszélgettünk, és mondtam a srácoknak, és nem vagyok látnok, mondtam a srácoknak, én nagyon félek most. Azért, még a meccs előtt, mert generációváltás történt a németeknél, világsztárok abba hagyták, jöttek viszont olyan, azt kell mondanom, hogy idézőjeles ismeretlen fiatalok, akik felszántották a pályát, és be akarják majd bizonyítani, hogy helyük van a válogatottban. Na most bebizonyították. Nem hiányzott ebből a német csapatból szinte egyetlen egy világsztár sem. Nálunk, tehát 5-0. Lapozzunk, lesz ma este egy mérkőzés bosnyákok ellen. Kérdés? Elfelejtik a szurkolók azt, hogy belerohantunk egy nagy pofonba? Hát szerintem biztos egyébként. Tehát, hogy alapvetően nyilván egy sokkal tágabb időintervallumot kell nézni szerintem a válogatottnál, hogy mennyi örömet okoztak a játékosok nyilván ezzel a stábbal nekünk. És igazából, tehát én mindig félek. Hát ez jó. Tehát, hogy, én úgy vagyok ezzel az időszakkal, hogy ez... Én nagyon boldog vagyok, és nagyon hálás vagyok, hogy ezt így szurkolóként megélhetem, hogy ennyi örömet és teltházas meccseket Puskás Arénában, ez a csodálatos stadionban, tehát ez mindig egy fantasztikus élmény kimenni. Örülök, hogy Európa-bajnokságon lehet szurkolni a válogatottnak, és igen, hát most egy német válogatottól egyébként, tehát nem csak nekünk, hát ők, egymás között is tudnak ötöket rúgni, hát volt, hogy az olaszoknak is rúgtak ötöt vagy hatot, már nem is tudom. Tehát ugye, tehát ez benne van a pakliban, nyilván ez egy szerencsétlen utolsó mondat volt, tipikus utolsó mondat, hogy most ilyen jó formában vagyunk, mert... Igen, ez ütötte meg az emberek fülét, igen. Igen, mert azért van néhány kiemelkedő játékosunk, nyilván nem kell mondani, akik a élcsapatokban játszanak, világi élcsapatában vagy a Bundesliga élcsapatában, de hát azért összességében
Én nagy Rossi fan vagyok, tehát én azt gondolom, hogy tehát kulcs szerepe van abban, hogy a válogatott itt tart, tehát az, hogy ő maga mögé tudta állítani, ez nyilván ez megfelelő karaktertudás, szakmai tudás kell, hogy ezek a játékosok, akik egyébként sok esetben komoly bajnokságokban játszanak. És majd erről beszélünk, egy mondatot csak ehhez hozzáfűznék, vagy kettőt. Én azt gondolom, hogy pozitív lesz, tehát a légkör, ez nem kérdés. Ugyanakkor tehát mi csak akkor tudunk sikeresek lenni, ha tényleg minden kloppol egyébként. Tehát, tehát a bosnyákok ellen is egyébként. Megnéztem a bosnyák válogatottat, csak így gyorsan, hogy azért ők is komoly bajnokságokban játszanak. Bundesliga, osztrák bajnokság, svájci bajnokság, tehát azért ez is egy jó csapat lesz. Abszolút módon, és persze szurkolunk, és hogyne, hát csak a győzelem, mert miért megyünk ki, hát nyerjünk, persze. De nekem sokszor eszembe jut az, és most te mondtad az előbb, és abba kapaszkodok bele, hogy minél több embert kell kinti bajnokságokba valahogy kiküldeni, játszatni, mert a magyar bajnokság nem az a színvonal, ami megüti a nemzetközi válogatottaknak a színvonalát. Tehát nem mindegy, hogy itt a magyar bajnokságban futballozik valaki, vagy a Bundesligában, vagy a Premier League-be, vagy Spanyolországban, vagy Olaszországban. Vagy akár lehet az Ausztria és Svájc. És akkor még nem mondtuk alá, így van. Szerintem egyetértünk ebben. De a másik, ami és innentől kezdve lehet azt mondani, hogy várjunk ezzel a válogatottal, merjünk nagyot álmodni, de maradjunk a realitásnak a talaján, mert hiszen van néhány játékosunk, aki itthonról van a válogatottban, van néhány játékosunk, három, aki meghatározó játékosa lehetne a Bundesligában, a Lipcsének, vagy netalán a liverpooli Szoboszlairól beszélünk, egyértelmű, de a többiek nem biztos, hogy ha nem játszanak abba a külföldi csapatba, észrevenni, hogy hiányoznak a csapatból. Nekem ez a bajom. És igazából, amit most megemlítettél, ugye pár játékost, tehát szerintem lehet, hogy egyébként 3-4 játékos a kb. Minden hozzánk hasonló válogatottnak van egyébként. Tehát mindenki fel tud mutatni egyébként ilyen játékosokat. Tehát, és egyébként Szoboszla is nyilván a Liverpoolba is egy más közegben játszik, egy más társakkal, egy totál domináns futballt játszik a csapata. Itt azért nagyon komoly mezőnymunkát kell végeznie. Tehát, biztos, hogy megfelel neki különben. Hát nyilván más is igénye. Nagyon tehát más. Itt persze tőle várjuk a csodát, ott meg igazából még van körülötte 3-4 ember, akivel vagy ezt 6-7. Vagy 6-7, igen, egyébként, igen. Akivel ugyanezt meg tudja oldani. Akkor valahol jól éreztem azt, hogy most nem a Szoboszlai Dominikról beszélek, és nem a Williről, és tehát azokról, akik standard játékosok, mert lehet azt mondani, hogy ők játszanak hétről hétre, különben persze, hogy játszanak, csak a Willit most kiállították, azért nem játszik, igen. De hát ő kihagyhatatlan a csapatból. De a többiek, hogyha nem játszanak, nem veszem észre abba a külföldi csapatba, hogy most éppen nem. Igen, játszott. És ugye ez ebből is van sokszor. És itt van a válogatottnak a... Tehát, hogy ugye még az egy dolog nyilván, hogy sikerül valakinek külföldi bajnokságba kikerülnie, de hogy ott nyilván, hogy a talapember legyen és játszon, azért, hogy megedződjön arra a válogatott igen. által is elvált szintre, az már megint egy más történet egyébként. Így van, de ezzel együtt természetesen hihetetlen módon szurkolunk a magyar válogatottnak, hát és ahogy szoktuk mondani, kalaplengetés Rossi igen, kapitány igen, előtt, igen, és boldog igen. Születésnapot innen is küldünk neki Újpestről, hiszen belépett a 60-ba, hát majd megtudja, milyen ez. Úgyhogy, Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, lesz még ennek a beszélgetésnek folytatása, biztos vagyok benne. Nem kérek eredményt, mert akármi győzelemre megyünk ma, ugye? Hát természetesen, de szerintem egyébként minden mérkőzésen győzelemre megyünk, tehát oda az elmúlt években eljutott a csapat, hogy tudtunk egyébként bravúr győzelmeket csinálni, de tehát ezek, nyilván az 5-0 az nagyon csúnya, és remélhetőleg
remélhetőleg csak ez egy ilyen egyszeri alkalom volt, mert nyilván egy szoros vereségnek az ember nyilván az könnyebben el tudja fogadni, meg nyilván gondolkozik, hogy fú, hogy most akkor ez az irány, vagy nem az az irány. Igen. Bízom benne, hogy akkor itt ma nyerünk, de az biztos, hogy nekünk minden mérkőzésen maximálisat kell nyújtani az, hogy sikeresek legyünk. Ez a végszó, nagyon szépen köszönöm, és én szerintem a fiúk Rossi kapitány vezetésében a maximumra törnek. Bízom benne, hogy ma örülhetünk a sikernek, én pedig nagyon örülök, hogy itt voltál velem. Nagyon szépen köszönöm, Zoli. Én köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, ennyi volt erre a hétre az Újpesti Sport. Remélem, jól szórakoztak. Kérem, szurkoljanak a magyar válogatottnak, a hétvégén pedig már az Újpest labdarúgó csapatának is. És találkozunk a jövő héten a viszontlátásra.